Tamás. Ahó. Voltam fogorvosnál. Képzeld, nem zsibbadtam el. Nagyon fájt. Aha. Kihúzták három fogamat. Jaja. Aztán elromlott a szék, és belefúrt a gyomromba. Aha. Hazafelé jövet megtámadtak az utcán. Kiraboltak. Megkéseltek, ömlik a vér a combomból. Hívsz mentőt? Uh-huh. Csináltam egy tesztet is. Terhes vagyok. Nem tőled. Baj. Itt van anyám. Velünk fog lakni. Tamás! Háó! Mi van? Hallottad, amit mondtam? Megtámadtak. Nem támadtak meg, de... De igen, meg vagyok támadva. Csapdába csaltak. Nem is fűszerkereskedők voltak a rohadékok. Becsaltak a szorosba. Mi van? Megtámadtak, nem érted? Ha nem vagyok résen, ezek a rohadék romkoponyások. Ne, a flottillámat ne. Azt ne. Te figyelj, hogyha már nem vagy rám kíváncsi, akkor miért nem mondod az arcomba? Te már nem szeretsz engem. Megpróbálnál legalább rám nézni? Vagy legalább egy kicsit, egy egész pici pillanatra úgy csinálni, mint aki fontos neked? Tamás! Csak azért hívtalak, hogy... Vasérc. Vasércet kell találnom. Az íjászaim is korbutosak lettek. Tamás! Te fizetsz neki? Nem. Én sem. És bejárnak? Be. Nekem is. Te figyelj, nem kéne ezektől belépőjegyet szedni. Belépőjegyet. Sziasztok! Hello. Hozd be nekem, légy szíves. Attila, ne haragudj! Tamás, nem láttad valahol? Nincs az asztalánál. Két héttel ezelőtt beszéltem vele telefonon. Valami faltörőkorssal adódott problémája. Elviszed a cuccait? Viszontlátásra. Viszontlátásra. Lássuk. Ahhoz, hogy meg tudj támadni valakit, erősnek kell lenned. De erős csak úgy lehetsz, ha a szövetségre lépsz. Kivel? A szövetségeseiddel, látod, ők azok? Uh-huh. Mi vagyunk a vérflotta. Ezt a baromságot.
Jó, szóval akkor mostantól együtt játszunk. Ha játszani akarsz, akkor menjél Angry Birds-hozni. Ez nem játék. Mi mostantól szövetségesek vagyunk. Szuper! Kész vagyok meghalni, értetek. Egy test, egy lélek. Érezlek titeket. Akkor mondom, hogy kit kéne megtámadnunk. Az nem úgy megy. Először gyarapodni kell. Mit kell? Gyarapodni kell. Gyarapodás. Kezedben volt az érc. Kitermeled. Veszel érte katonát. De a katonának meg bor kell. A bor... Baszki, valaki támadja a szőlőmet. Jó, hát akkor gyarapodjunk. Ahhoz, hogy be tud indítani a manufaktúrádat... Le kell kenyerezned a prémvadászokat. Azok ezek a kutyafejűek? Ne. Soha ne vegyél használt foltörőkost. Figyeljetek, 50 véka rozsért jó a 8 ágyúttal. Kérd a köd népének segítségét. Plusz 3 csomó a flottilládnak. Ha hordákkal üzletelsz, egyetlen szabály van. Karddal fizetsz. Hát akkor vásárlás. Skorbutosak lettek az íjászaim. Vidd el őket a bíbor pagodába. A leprások mindig segítenek. Kösz! Vissza! Ecet! Minek? Na, hogy kell ecet? Medmamma, mosszáj be közéjük a kümbükért való licitálásba. Aj, de hülye! Istenem! Aj! Most kell elindítanod a dragonyosokat. Fénymunkás, Zoltán törbe csalták a mocsáriak. Csapod le! A mocsarat, azt, mit? Igen, addig én gerjesztek egy kamulázadást a parasztok között. Ránk virradt egy új nap. Így. Jó mindenki? Szép volt, gyermekem. Igen. Kik vagytok? Kik vagytok? Grizzly farkas, hadban állunk! Három ezredet mozgósítok a szordó szúrdokhoz. Grizzly fottája a szorosban biztosítja farkas városait. Farkas pedig felhergeli a katakombák népét. Nekem az a helyzet a hergeléssel, hogy nekem tüdőszűrésre kell mennem után. A flotta úton van, de délután lesz egy kis dolga. Árulók! Menjetek csak! Majd egyedül vívom meg a csatát. Nem utasd magad, mit tudsz. Úgy látom, pici baki föláll. Egyet se fél vérvezére, hügyön nem megy sehol. Akkor tűnös ergen. Mit csinálsz? Ne. Figyelj, fényharcos. Ne hagyd, hogy a farkas holtölt előtt találkozhasson a bölcsfával. Küldj egy kis bort, hogy fellelkesítsem az utászokat. Hadd hívtam a kutyafejűnket. Meg ráküldtem a szent fát a pernyére. A dupla hurok formációval feltartóztatom a flottájukat. Ezek a tankerek a szójavisszel nem tudtak elindulni az apály miatt. Mi? Ja, bocs, nem neked mondtam. Jó, leteszem, visszahívlak. Grizzly, hol vagy? Kivel beszélsz? Itt vagyok. Be kéne áldozni 3 ágyút kümbire, különben nem lesz babujás a csordának. Grizzly, Bond vissza a pernyét, és vidd a hegyeken túlra, várakoztasd ott hajnalig. Oké. Bakker. Igen.
Kizli, a flottáddal haladj tovább, és szerezd meg a horogköveket. Jó van, de hogyha őrizetlenül hagyom a flottát, akkor téged Medmanba lekaszál. Ki? Medmanba. Nem látom, hol van? Ott van a lagyunk. Ne törődj vele, vagy én hatástalanítom. Figyelj, fényharcos. Ne hagyd, hogy a farkas holtölte előtt találkozhasson a bölcsfával. Moha emberek belógatták a kémcsöveket. Kerüld a déli bábot! Kerüld a déli bábot! Jó. Megpróbálok mögé keveredni. Nem tetszik ez nekem, túl nagy a csend a pusztában. Nem, én! Figyelj! Ha beruntasz a szurdokba, akkor kettesben maradsz a vérvezérrel. Te vagy a legközelebb, hogy odaér, mielőtt bezáródik a rés. Megtámogatom a rohamot az íjászokkal, jó? Védje valaki a hátam, mert csupasz maradok. A havasság nem fér át a hágon! Gyerünk, ez az! Addig megtáncoltatom a Gridlit! Bocsánat, kiszállna végre ebből a gépből? Mi van? Mert legalább 2 perce itt várakozom. Ja, elnézést. Nekem ebből a könyvből kellene 2 méter. A színe nagyon jól passzolna a gipsztukóimhoz. De ebből csak ez az 1 példány van. Ha gondolja, akkor adja meg a telefonszámát, és minden egyes új darabnál értesítjük. Nekem sajnos péntekre kellene. Akkor sajnálom. Itt vagyok. Na, semmi, csak egy kicsit. Mi van? Most ezért meghalt, ezért a... Jó, Oké, figyelj, íjászok. Az íjászok remek munkát végeznek, kösz a biztosítás Zoltán. Katakombák néta, visszakozik a mocsárnál! Pajtársak, nekem mennem kell. Farkas, te ezt a mocsarat ne nagyon erőltesd. Nem hagyhatszósít minket! Én vagyok a vezéred! Áruló! Á, ne! Meggyógyítom a puszták népének sebesültjeit. Adj egy kis kümbüt, úgy gyorsabban megy, akkor nem lesz semmi esélyünk. Jó, csinálj te! Igen, igazam volt!
Kösz, hogy elhoztad. Anyád tényleg velünk fog lakni? Velünk? Miért nem? Valami analóg program? Séta, fagyi? Gyere! Megfejtettem a 42-est, ami nem akadt el. Nem akadtam el. El kell indulnunk. Nem, nézzük meg, mi van a 43-asban. Majd megnézzük, ha hazajöttünk, gyere már! Na, kapsz egy pofont. Táska, napszemüveg.